Sziasztok srácok, és üdvözöllek benneteket innen. Hát körülbelül 800 méter egy aktív vulkántól, ami egyébként egy évvel ezelőtt még ki is tört, illetve egy olyan hegy tetejéről, amit körülvesz a már megszilárdó, de gőzölgő láva. Megyünk vissza az időbe, menjünk vissza a reggelhez, és nézzük meg, hogyan is indult a mai nap. Among other things, I used to think I'd miss the road, the crushing fame, the sold out shows. I just sing head, shoulders, knees and toes like I'd forgotten her. I'm living my best life, I wake up with the sunrise. It does not look a thing like I thought that it would, but I've been getting my steps in, and I sleep with my best friend. It's the best that my best life. A fényekből adódóan gondolhatnátok, hogy este van, de ez nem így van, reggel 4:80, csak kicsit később jön itt fel a nap. Úgyhogy jó reggelt kívánok nektek! Az a helyzet, hogy ez az első olyan nap, hogy egy kicsit is városnak kinéző helyen alszunk. Ez az autó elment, és most a következő másfél órában egyetlen egy autó sem fog elmenni. Általában éjszakánként érkezünk a szállásra, mert egész nap úton vagyunk, és ez tegnap este is így volt. És ehhez a nagy házhoz hozott minket a GPS, viszont amikor hívtok a tulajt, mondta, hogy nem itt laktok, hanem emelt a nagy ház mellett lévő kis garázsban. Szóval elsőre azért meg is ijedtünk egy picit, viszont azért csalóka a dolog, mert bár a bejárat így néz ki, ha bemegyünk azért... Jó reggelt, Barni! Tassak valami? Hogy aludt a garázsban? Jó, itt egy Bentley. Az emberek azt hinnék, hogy egészségtelen reggelizem. Igen. Szóval viccet félretéve, ahhoz képest egy garázsban alakították át egy ilyen kislakásra ezt a helyet, ahhoz képest nagyon kis otthonos, illetve hát a kupi még otthonosabbá teszi. Srácok, az a helyzet, hogy a mai nap az egyik leghosszabb és legfárasztóbb napunk lesz, ami bár itt még most nem látszik, mert eléggé csillesen indul. Ugyanis itt vagyunk a Blue Lagoonban, ami Izland első számú termálfürdője, és érdekesség, hogy csak néhány évtizede keletkezett egy lávamező közepén, ahol a helyiek megmártóztak benne, utána pedig pár évtizedre rá itt vagyunk a világ egyik leghíresebb és legnépszerűbb termálfürdőjében. Tényleg elképesztően népszerű a hely, úgyhogy ha bárki esetleg ide szeretné jönni, akkor érdemes előre foglalni egyet a weboldalukon, mert hát 99%, hogyha ide jöttök, akkor itt már nem is értékesítenek jegyet, csak akkor tudtok eljönni, ha előre foglaljátok. Mehetünk. Jelenleg 25 km-re vagyunk Reykjavíktól a fővárostól, és ezzel együtt elérkeztünk a mai második és egyik legizgalmasabb programunkhoz, ugyanis ma meg fogunk mászni egy olyan vulkánt, ami tavaly márciusban még kitört. Szerintem jó irányba megyünk. Sárcok, tényleg komolyan mondtam, hogy és eléggé kicsit ijesztő érzés az így sétálni, hogy tavaly márciusban ez a vulkán tényleg kitört, egy 700-750 méteres hasadékból tört el a forró láva. Egészen szeptemberig, kb. Fél évig izzott a vulkán környéke, utána viszont szeptember után egy picit lecsendesedett. Hát reménykedünk benne, hogy még mindig szép lesz, és nagyon reménykedünk benne, hogy hát egy kb. 3-4 órás túra, ami oda vezet a vulkánhoz, meg fogja hozni az eredményét. Hegymászás közben hagyd mondjak nektek pár szót a BBC új sorozatáról, ami igazából nem is egy új sorozat, ugyanis a Frozen Planet, vagyis a Fagy Birodalma című sorozatot már 2011-ben láthatták a BBC nézői, ahol a sarkköri élet rejtelmeibe vezetett be minket ez a sorozat. Most viszont eljött az ideje a Frozen Planet 2-nek, azaz a Fagy Birodalma második részének. Úgyhogy most 11 évvel később folytatódik a sorozat, szintén David Attenborough narrálásával, akivel visszatérünk az északi sarkvidékre és a déli sark környékére, hogy új, különleges fajok életkörülményeit figyelhessük meg. Csak hogy most tovább megyünk, és már a sarkkörön túlra is elkalauzolnak bennünket, ahol szemtanúi lehetünk a vadvilág igazi drámáinak,
amik a világ leghidegebb területein zajlanak. Kezdünk nagyon magasan lenni, srácok. De nyugi már, közel a célunk. Egy picit csalódott vagyok, mert azért megnéztük, hogy ennek hogy kéne kinézni, hogy egy pár hónappal ezelőtt még hogy nézett ki. Hát most teljesen, igazából kicsit gőzölög itt a megszilárdult láva, az jól néz ki. De azért reménykedtem benne, hogy bár lecsendesedett már a vulkán, azért megnézhetjük, milyen az, amikor így felcsap a láva. Hát ez kimaradt, de legalább túráztunk egy jót. Jézusom! Ez visz oda? Menj! Mi ez, tesó? Hova viszel? Holdra megyünk? Vagy mi ez? Srácok, ezzel a lendülettel megérkeztünk Izland egyik legikonikusabb fotószpotjához. Biztos, hogy láttatok már olyan képet, ahol ez a lezuhant repülőgép roncsal fotózkodnak az emberek. Egyébként kevesen tudják, hogy ez az amerikai haditengerészet egyik gépe volt, és 1973-ban zuhant le. Az okát annak, hogy miért zuhant le, azt nem tudni, viszont szerencsére mindenki túlélte a kényszerleszállást. Az amerikai haditengerészet túlságosan költségesnek tartotta a hazaszállítását, úgyhogy inkább itt hagyták. A helyiek és a turisták szana szétszették a gépet, úgyhogy hát konkrétan már egy ilyen roncsocska maradt belőle. Hát srácok, nagyon-nagyon sok turista van, bár erre számítottunk, viszont meg lehet találni azt a kis időt, azt a pár percet, amikor mindenki tud fotózkodni, fel tud mászni, akkor mindenki kicsit odébb áll, úgyhogy el lehet tölteni azért hasznosan itt az időt. Illetve ide eljutni, egyébként egy tengerparton vagyunk, két módon lehet, vagy ide sétálsz, az kb. Az egy 40-45 perc séta, de lehet, hogy egy picit több, vagy pedig transferrel jössz ide, van egy nagy parkoló, ahol megálltunk, és onnan azon a nagy kamionnal, azon a holdjáróval idehoznak. Fuss, Barney, fuss! Sije, itt a transfer! Transfer! I'm living my best life. I wake up with the sunrise. It does not look a thing like I thought that it would. But I've been getting my steps in. And I sleep with my best friend. It's the best that it has been. Nagyon-nagyon sok gyönyörű vízesés volt, viszont nem azokhoz a vízesésekhez mentünk, hanem Izland egyik legszebb és legnevesebb 60 méter magas vízeséséhez. Nem biztos, hogy jól ejtem, de Skógafoss, a fost azt fosznak ejtik, azt tuti, talán Skógafoss így ejtik. Jó időben, amilyen most is van, lehet látni kettő darab szivárványt, most csak egyet látok ebből a szögből. Gyere, megkeressük azt a szöget, mert nagyon jó idő van, ahonnan két szivárványt is lehet látni. Barney, látod azt a nagy szivárványt? Igen. Egy viking legenda, hogy állítólag a térség első viking telepesei, oda, ahol a szivárvány vége van, rengeteg kincset ástak el, komolyan. Szóval ott, ahol az a néni áll, ott van vége a szivárványnak, ott rengeteg kincs van. Lassan 7 napja, hogy itt vagyunk. Hogy itt vagyunk Izlandon, és az a helyzet, hogy most vagyunk először hotelben. Most eddig is folyamatosan mentünk apartmanról apartmanra. Voltunk már a semmi közepén is, de szerintem még itt szállásadóval az elmúlt 7 napban egyszer se találkoztunk. Vagy elmondták, hogy odarakták a láptörről alá a kulcsot, vagy elmondták, mi a kód, hogy bemenjünk az ajtón. Viszont az eddigi összes napon, 3 perc alatt, ahogy beérkeztünk, ilyen undorító kopit tudtunk varázsolni magunknak. Egyszerűen megérkezünk, kidobáljuk az összes cuccunkat, és másnap, amikor megyünk tovább, akkor pedig egyetlen egy másodpercet összepakoljuk. Most viszont ezen a szálláson 2 napot leszünk, ugyanis holnap egy nagyon-nagyon hosszú út vár ránk. Most eltesszük magunkat. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Másnap korán keltünk és útnak is indultunk, ugyanis közel 3 órás út várt ránk a következő természeti csodáig.
Addig viszont úgy gondoltam, hogy kicsit szórakozhatom a többieket pár érdekes kérdéssel. 2188 forgatási nap, 3 év, 18 különböző ország, 6 kontinens és a világűr. Ez a Fagybirodalma 2 természetfilm sorozat számokban. Erről már a videó elején beszéltem, ne felejtsétek rá, hogy október 30-ától minden vasárnap este 6-tól a BBC Earth-en ezt a sorozatot nézhetitek. És most, hogy 3 órát utazni fogunk a következő úti célunkhoz, úgy döntöttem, hogy hozok pár érdekességet nektek. Várni nem fogjátok, de tippeljetek egyet, hogy egy pingvin, egy császár pingvin meddig bírja a víz alatt. Én 3 órát tippelek. Egyed óra, tök nincs nagy ideje. Mert akkor Barni nyerte, mert közel 27 percig tud a vízzel maradni egy császár pingvin. Szép, de lehet, hogy pingvin van. Nem, vagy császár. Hány kilogrammot érhet el egy hím jeges medve? Milyen nehéz. Most a felső határt nézzük. 120. Sokkal több. 120 kiló? Ré, nagyon jó tippe. Sokkal több. Na tippe. A felső határ? Hát igen, hogy annyi is lehet. Szerintem 500-600. 1500 kilogramot is nyomhat egy hímleges medve. Úristen, de gyönyörű! Srácok, megérkeztünk a Diamond Beach-re, azaz a Gyémánt partra. Ez még pontosan nem az, hanem ez a felette lévő kis laguna, ami egyébként az édesvízi laguna, és hogy a Diamond Beach hogy alakult ki, amit mindjárt mutatok nektek. A gletszerekből hatalmas égtömbök leválnak, azok kisodródnak szépen lassan a tengerbe, ahol a szembe jövő hullámok kis darabokra törik őket. Ez egy hosszabb folyamat, az pedig a part övet, a kis darabokat part övetik, és így alakult ki a Gyémánt part. Na nézzétek, srácok, erről beszéltem. Teljesen fekete körbe a homok. És itt vannak a kicsit széttört pici jégdarabkák. Az egész part végig úgy néz ki, mint hogyha gyémántokat mosott volna partra az óceán. Srácok, egy kis emlékeztető, hogy a BBC Earth-ön most vasárnap 18 órától láthatjátok a Fagybirodalma 2-t. A hat részes sorozatban pedig teljesen új állati viselkedéseket megérintő állati történeteket és elképesztő látványos tájakat mutatnak be a magas hegyekben, a fagyott sivatagokban, a hófötte erdőkben és a jéghideg óceánokban. A felvételeket pedig mind a legfrissebb, legújabb technológiákkal készítették. Ezek az utolsó igazi vadonok a Földön, csak állatok élnek itt, akiknek minden nap szembe kell néznünk az extrém körülményekkel. Ilyen a pingvin, a jegesmedve, a hómajom, vagy a szibériai tigris. Úgy gondoltuk, zseniális ötlet, ha leteszteljük, mit tud az autónk a mély homokban. Természetesen beragadtunk, több órán át próbáltuk minden lehetséges módon kiszabadítani az autót, de sehogy sem sikerült, úgyhogy végül egy kockázatos döntést kellett meghozzunk. Nehéz döntést hoztunk, de nem tudunk mit csinálni. Itt hagyjuk az autót, visszasétálunk, vagy visszastoppolunk Vigbe. Behívtuk a hotel, de a hotelnél azt mondták, hogy hívjuk a 112-t, nem fogjuk a 112-t ezért hívni. Zárva van az autómentőcég, mert vasárnap van. Felcuccolunk és hát ezt most itt hagyjuk. Nagyon mérges, hogy a fátok. Te ötleted volt. Úgy döntöttük, a közelgő dagály ellenére ott hagyjuk az autót a tengerparton. Miután végben minden lehetséges módon próbáltunk sikertelenül segítséget találni, végül egy helyi Facebook csoport adott reményt, hogy ne kelljen az autót a parton hagynunk éjszakára. Mondták itt a recepción, hogy írjak be ebbe a csoportba, hát ha segít valaki, és egy magyar hölgy
megjelölt egy magyar srácot, aki itt dolgozik, Vígben, ráadásul abban a hotelben, ahol vagyunk. Ráírtam, rögtön válaszolt, és mondta, hogy pár perc is itt van, és segít nekünk. Miután visszamentünk a magyar sráccal és három lapáttal az autónkért, hogy kiássuk, már közel éjfél volt. Másfél óra ásás után is igazából egyre rosszabbat tettünk az autónknak, ezért úgy döntöttünk, bár nehéz ezt kimondani, feladjuk. Másnap reggel viszont valami mással próbálkoztunk. Na nézzük. Hát igen, így egyszerűbb. Hú, hát ez kalandos volt. Őszinte leszek, srácok, ez az eddigi legnehezebb búcsú egy videómtól. Teljes szívemből ajánlom nektek, hogy életetek be legalább egyszer, gyertek el Izlandra és nézzétek meg ezeket az elképesztő csodás helyeket, amik itt vannak. Ne felejtsétek el, hogy a Frozen Planet 2, azaz a Fagybirodalma 2, október 30-ától vasárnaponként este 6 órától megtekinthető a BBC Earth-on, lent a leírásba mindent leírtam ezzel kapcsolatban. Megmondom őszintén, el tudnám képzelni az életemet, itt jöttem rá úgy, hogy akár egy fotósként, de járom a világnak az ilyen elképesztően, picit eldugott, de csodálatos helyeit. Úgyhogy, srácok, innen az óceánpartról nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Ne felejtsétek el feliratkozni, követni Instagramon, TikTokon, és hamarosan, bár ezt nehéz lesz überelni, de hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok!